Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Én két dologra tettem javaslatot, egy határozati javaslatban, amelyet ajánlok az ön képviselőinek, a 135 fideszes képviselőnek figyelmébe és elfogadásra. Az egyik az volt, hogy töröljük el a kereskedelmi és iparkamarai kötelező regisztrációt. Ugye ez egy jó lehetőség lenne Parag László kamarájának, hogy megmutassa, hogy mi is a valós társadalmi és vállalkozói támogatottsága. Hozzáteszem, én ebben az ügyben elfogult vagyok a vállalkozókkal szemben. Én úgy gondolom, hogy ők Magyarországnak az igazi erőtartalékai, és rájuk lehet építeni egy sikeres, gazdaságilag sikeres Magyarországot. A másik, amit javasoltam, az az egyébként irritáló 5000 forintos kamarai hozzájárulás, amelyet minden egyes évben be kell fizetni Parag Lászlóéknak, és amelyre a kamara lényegében úgy számol el, hogy ömlesztve egy kimutatást hoz róla. És hogy meggyőzzem önöket, elmondom, hogy mire költötték el az elmúlt időszakban például ezt, és még közel sem teljes közérdekű adatkérés. 236 millió forintért vettek chatbotot, amelyet még senki nem látott a vállalkozók közül. Miniszterelnök úr, hogyha ennek lenne okostelefonja, vagy talán az is van, arra egy chatbotot körülbelül 20 euróért tud vásárolni. Arról nem kell rá 236 millió forintot költeni. De pofás székházra is jutott a kamaránál, ugyanis csak a kaució, amit úgy gondolunk, hogy 3 hónapra kell letenni, 90 millió forintba kerül, tehát gondolhatja miniszterelnök úr, hogy milyen irodát és milyen székházat bérelnek abból a pénzből, amit a vállalkozók megfizetnek. Minden konzervatív számára ez nem normális. Aki úgy gondolkodik a vállalkozóknak, hogy valamiért cserébe, a befizetésükért cserébe valamit kapni kellene, az pontosan tudja azt, hogy ilyen ostobaságokra nem költhetné a kamara a pénzt, és valójában még súlyosabb a helyzet, ugyanis a kamarai vezető azzal büszkekedik, hogy a katát lényegében az ő segítségével szüntették meg. Valójában azok a kérdések, tisztelt miniszterelnök úr, hogy hajlandó a kormány támogatni ezt a kezdeményezést, ön is tisztességesnek tartja, hogy ilyenre költi Parag László a kamarának a pénzét, számíthatunk-e a fideszes képviselők segítségére, a vállalkozásoknak a megsegítésére, hogy ne csak hitel járjon neki, ne csak hitelfelvételetőség, hanem valódi segítség, partner abban, hogy stop Parag, stop iparkamara. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Most tisztelettel megadom a szót a válaszra Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök. Bár tudom, hogy gyakran ezt írják, tisztelt képviselőtársam, de ne higgyen el mindent, amit írnak. A kormány nem tehet meg akármit. Itt van például rögtön az ön kérése. Tehát a kamarát, mi nem utasíthatjuk arra, hogy szedjene, ha igen, mennyit, mármint tagdíjat, mire használja föl és tovább. Amit mi tehetünk az az, hogy arra a kérdésre válaszolunk, hogy van-e szükség kamarára, és ha van kamara, akkor van-e szükség kötelező tagságra. Ezeket a vitákat mi az elmúlt 30 évben folyamatosan folytattuk, és az elmúlt 11 évben pedig nyugvópontra is juttattuk. A mi döntésünk az az volt, hogy kamarára szükség van. Tehát a kamara ellenes hangokat nem támogatjuk. Arra is jutottunk, hogy kötelező kamarai tagdíjra is szükség van. Ez megtörtént, ez része a magyar jogrendszernek. Hogy mire használja fel a kamara az általa beszedett tagdíjat, arról kizárólag a kamara demokratikusan megválasztott testületei tudnak véleményt mondani. Tehát hiába címzi nekem ezeket a kérdéseket, ezekre én nem tudok és nem is akarok válaszolni. Én ezt a kérdést egyébként több más kérdésre együtt nemrégen megvitattam a kamara elnökével. Én a kamarával való együttműködésből annyit látok, hogyha nem lenne a kamara és a kötelező tagság, akkor a kamara nem lenne képes azt a segítséget megadni a magyar vállalkozóknak, amit a magyar kormányon keresztül ma meg tud adni, hogy ebben a nagyon nehéz, magas kamatkörnyezetben kedvezményes hiteleket hirdet meg a vállalkozók számára. A kamara által meghirdetett, Széchenyi kártya rendszerben meghirdetett hitelek nélkül ma semmilyen hitelezés nem lenne Magyarországon, ezért a kamara munkáját kifejezetten pozitívan, sőt nélkülözhetetlennek ítéli a kormány. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Egy perces viszonválaszra Lukács László György frakcióvezető úré a szó. Parancsoljon. Tisztelt miniszterelnök úr, én azért címeztem önnek, mert mégiscsak önre hallgatnak azok a képviselők, akik ön mögött foglalnak helyet, és erről a határozati javaslatról, és egyébként később a törvényről nekik kell dönteni. Tehát mégiscsak ön tudja meggyőzni őket, és hát én bízom benne, hogy az nekik nem meggyőzés, hogy az egyedüli segítség, amit kínálni akarnak a vállalkozásoknak, az hitel. Vannak olyan vállalkozások, akik nem lesznek képesek hitelt felvenni, és azért lássuk be, egy olyan vállalkozás,
vállalkozás, amely csak hitelből tud túlélni, akinek nem biztosított például az, hogy azt, amit tud növekményt szerezni, az bérfelzárkóztatásra fordítsa, hogy Európai Uniós piacokon szerezzen megélhetést, azok a vállalkozásoknak a sorsa az halálra van ítélve, ezek a vállalkozások nem tudnak így dolgozni. A hitel önmagában nem segítség, tételes segítség kell, és egy szimbolikus üzenet, és az 5000 forint ebben szimbolikus üzenet. Én tudom, hogy ez úgy nézzük, akkor a vállalkozásoknak ez nagyon keveset fáj, az 5000 forint. De mégis bosszantja őket, hogy ők ebből semmit nem látnak vissza, legfeljebb 236 milliós chatbotot, vagy egyébként egy hitelnek a lehetőségét, amit nem is biztos, hogy fel tudnak venni. Mi elkötelezettek vagyunk abban, hogy a vállalkozások ezt bérfelzárkóztatásra fordítsák, hogy ezt az Európai Unióban tegyék. Magyarországot hiba lenne kivezetni az európai közösségből, úgy, ahogy ön tervezi. Európai szintű bérekre van szükség, és ehhez a vállalkozásoknak nem hitelre, hanem közvetlen segítségre van szükség, miniszterelnök úr. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Egy perces viszontválasz illeti meg miniszterelnök urat. Parancsoljon! Tisztelt képviselőtársam, az a kép alakul ki a szemem előtt, hogy önök valójában nem a kamara mostani vezetésével nem értnek egyet, hanem nem akarnak kamarát. Szerintem a kamara ellenesség ilyen gazdasági helyzetben előnytelen a vállalkozások számára. Tehát szeretnék kiállni teljesen világosan amellett, hogy Magyarországon legyen kamara, a kamara fogja össze a vállalkozókat, és tegyen javaslatokat a kormánynak a tekintetben, hogy milyen gazdaságpolitikát folytassunk. Erre nekünk szükségünk van. És ez nem is eredménytelen, mert a kamara részéről egyetlen adatot szeretnék az ön figyelmébe ajánlani. 2009-ben az úgy volt, hogyha volt egy 10 000 forintos béremelés, abból a munkavállalónál 2800 forint maradt. A kamarával közösen kidolgozott új adórendszer eredményeképpen 2022-ben, ha valaki kapott 10 000 forint béremelést, abból 6400 ott maradt a munkavállalónál. Korábban 2800, most 6400. Én így mérem a kamara eredményességét. Köszönöm szépen a figyelmet.